Március 31-én született meg a kislányunk, de ez mellett is volt új dolog, amiben belevágtam, ez egy versenycsapat létrehozása. Most már túl vagyunk az első verseny hétvégén, szerencsére. Hát, borzasztóan jól indult ilyen szempontból is a versenycsapatnak a szezonja. Ugye ez egy másik bajnokság, TCR International, kizárólag ugye magyar mérnökökkel, szerelőkkel dolgozunk. Van egy fiatal magyar versenyzőnk, akit úgy hívnak, hogy Tasi Attila, 17 éves, és a legutóbbi verseny hétvégén nem Attilának, de az olasz versenyzőnek, Roberto Golcságonak összejött egy első helyezés, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok a... Nem csak én szeretem Japánt, hanem úgy tűnik, hogy az ország is kedvel engem, mert a Honda-s együttműködésünk elején 2013-ban rögtön sikerült egy futamgyőzelmet ünnepelnem, ami rendkívül jó érzés volt, hogy itt a Honda döntéshozói előtt, ha az ember sikeres, és ott ők is közvetlen közelből láthatják azt, hogy milyen közösen sikereket elérni, az úgy érzem, hogy nagyon nagy hatással volt a szakmai pályafutásomra is. Az elmúlt években is azt kell mondanom, hogy nem volt olyan év, amikor ne lettem volna dobogon a japán versenyen. Május 1-én lesz a nagy futam itt Budapest belvárosában, de mindenképpen egy nagyon jó lehetőség szurkolóknak, hogy egy kicsit közelebbről is lássák ezeket a versenyautókat és találkozzanak a versenyzőkkel is. A szezon legfontosabb versenye pedig május 14-én következik számomra, ekkor rendezik meg ugyanis a WTCC hungaroringi fordulóját. Tavaly nem volt a legszerencsésebb versenyem, úgyhogy ha a sor mint a jól követi egymást, akkor idén szerintem egy nagyon jó, nagyon eredményes kis versenyhétvége következhet majd hazai közönség előtt, úgyhogy nagyon várom már azt a futamot.